Üdvözlöm Efkovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Megtörtént a koszorúzás itt a Petőfi szobornál. Mi a mai nap üzenete? Ez egy különleges és rendhagyó koszorúzás, hiszen nem ünnepséggel, nem az iskolásokkal, nem a város lakóival együtt koszorúztunk, hiszen mindenki tudja, hogy egy különleges helyzet van ma Magyarországon. A magyar nemzetnek mindig meg kellett küzdenie nehéz helyzetekkel. Az 1848-49-es forradalom is egy ilyen nehéz helyzet volt. És a mai is egy olyan helyzet, ahol össze kell fogni a nemzetnek, áldozatokat kell hozni mindannyiunknak, hogy újból erősen és újból megerősödve jöjjünk ki ebből a helyzetből. Ennek a napnak az az üzenete, hogy a nemzetnek ha összefog, akkor csodákra képes. És én azt gondolom, hogy az 1848-as forradalom hősei is küzdöttek ezért az országért, ezért a hazáért, és most egy különleges helyzetben talán nekünk is küzdeni kell, nekünk is áldozatot kell hozni. De azt gondolom, hogy ez mindennyiünk közös érdeke. Köszönöm szépen!